A padlót és az itatót újra betonozták, az elefántház ajtaját kicserélték, és új játékszert is kapott az emlős. Többek között egy etetőládát, aminek rácsain keresztül az ormánya segítségével juthat a táplálékhoz. Márta 1980-ban került a palicsi állatkertbe. A 37 éves elefánt védett állat, ezért gondozói mindent megtesznek jóléte érdekében. Óvári Krisztián, az állatkert biológusa elmondta, fejleszteni próbálnak az elefántartás módján. Az elefántartás technika sokat változott a világban. Most próbálunk mink is egy kicsikét korszerűsödni. Ő megszokta azt, hogy 30 éven keresztül láncolva volt minden éjszaka. Megszokta azt, hogy hát valójában nem igazán úgy törődtek vele, mint egy elefántal, inkább a tartás technológia akkor tájt úgy nézett ki, mint a lovaknak a tartása. És ezen maximálisan próbálunk változtatni. Mi minden néni is fél a változásoktól, mert hát ez számára egy kicsikét szokatlan, de nagyon jó viselje ezeket a dolgokat. Az elefántházba fűtőpaneleket is felszereltek, hogy a téli évszak se okozzon gondot. Az udvarban pedig vízesést és egy medencét is kiépítenek az állatnak, amiben nyáron fürdeni tud az ormányos. A mesterséges fa, ami sötétítő hálókkal lesz körülvéve, etetésre szolgál. Az elefánt játékos módon juthat táplálékhoz, mégis védve lesz a naptól és az időjárási viszontagságoktól. A tervek szerint a fejlesztést és az építkezést a napokban fejezik be.